hello, ez itt a Dirty Rádió. És akkor köszöntünk mindenkit, hello, sziasztok. Ez itt a Dirty Canvas FM, megáll az eszem. Hello, sziasztok, srácok. Persze. Köszöntünk mindenkit a rádióban. Ez alapvetően ez szerintem egy blues rock rádió lenne, nem? Biztos. Kétszer. Egy dalt játszanánk, ami más, és Norbi három saját. Nem, de az éve a playlist. Tessék. Norbinak a Cool App playlist. Abból is. Ami márkal csinálnánk valamilyen irodalmi rovatot. De ezt tudod, hogy lenne hajnali 3-5-ig mehet. Valamire legyen a munka Petőfi. Hajnali 3-5-ig mehet, hogy a kamion imádják. De meghallgatnék egy Szabó Magda verset, miközben vezetek Brüsszelig. Minden esetre szerintem... mindenkinek lenne egy ilyen saját show-ja, nem? Tehát mindezetten így részt vennénk benne, nem? Tuti, nem. Akkor hogy néznek ki ez az egy-egy show? Hát én úgy beszélnék egyfajtában szívesen, hogy úgy átlagos zenehallgatós meg zenerakós feladatokat azt én szívesen bevállalnám, meg én, hogyha betelefonálás van, én szívesen beszélnék az emberekkel. Norbit lehet, hogy csinálnád akkor a Márkkal ezt a kis verses megmozdulásotokat, de ami szerintem abszolút tök jó. Meg zenetörténelem. Azt még. Hát inkább egy ilyen rocktöri, amúgy ez ja, az ja. Tényleg. Oda elhívnánk a Hegyi Gyuri tanárbácsi előadásokra. Én ilyen, ahogy csak okoskodás lenne végig. Ja. Én az én műsoromban mindenféle borbélyokat hívnék is. Szakállom a hírmet is. Szerintem én a zombit úgy tudom elképzelni. Híreket szeretnék felolvasni, de ilyen hangon folyamatosan. Nem én a zombit azt így akarom elképzelni, hogy te lennél az ilyen, nem tudom, az ilyen terméktesztelő, aki így elmondja, hogy ez az új pedál jött ki, ez az új mikrofon. Ja, azt hittem, hogy a sampon, a fél hajam már kihullott, nagyon jó, megjétek. De ha már blues rock, vagy inkább ez a zenei vonal, akkor már nem. Tehát nem, én most is komolyra fordítom. Ez hangszerű most. Ah, hogy éppen ezt a pedált próbálgatom. Ez a pedál most nem szép. Ez lenne a kis termékbemutató, ez a része. Ti nem akartok a versenésen kívül valami más esetet? Ah, vinném a közösségében. Lehet, hogy a saját számaikat adnánk. Lehet, hogy ez egyszerűbben hat. És mindig átbeszél. De az meg már... Mit érni? Lehet szemben itt. Szia, mama. Lett egy rádiónk. Húsi leves fog csinálni. Úgyhogy mi jól jártunk. Jó van, puszi, mama, majd megyünk haza. Most lenyomtuk a bulit, és akkor csókok. Puszi. Hát szerintem a mamámat hívnám. Megcsültük ezt a hamit.